Na sziasztok, fiúk, lányok, én Zsiri vagyok. Amint látjátok, megérkeztem az Auparba, ahol már úgy mondhatni 9:00-tól 1000-rel gyűvörögnek a lúrok. Ugyanilyen lesz szponzor hely, ezért itt a Niantic nyitástól számítva folyamatosan tolja a lúrokat a stoppokon. Ezért itt lúr se kell használni, van egy raklap stopp, egy brutálisan stopp. Nyomatjuk a Starpiece-t, jönnek a pokék 1000-re, sétálgatom, hamarosan recsenik azok a 10-es tojások, és nem tudom, hogy ebben a videóban vagy egy másikban, az még kérdése. De a lényeg az, hogy már itt vagyok, és csapatom neki 1000-re. Most igazából a dászgyűjtés a lényeg, szóval abból kéne minél többet összeszedni, legalább egy 3 milla fölé fel kéne kúszni a mai nap folyamán. Szerintem az azért bőven elérhető. Most az lesz a téma, hogy hamarosan nyílnak itt az a rédet, amit látok, egy-két gym, már be is ütöttem őket szépen, hogy azért mégiscsak kék legyen már a gym, ha már itt vagyok. Szóval azok hamarosan ki fognak kelni, nem sokára érkezik Dóri is, szóval lehetséges, hogy vele meg is fogunk küzdeni majd ezekkel a rédekkel, nem tudom, hogy 3-as vagy 4-es szintűek. Lecsekkoljuk, 2 darab 3-as rét fog érkezni, remélhetőleg egy jeans meg egy macsám. Aztán majd kiderül, ezeket itt le fogjuk zúzni hamarosan, de addig élvezem a free lure, a dustot, és jönnek a pokék 1000-rel. Hatalmas lesz ez a mai nap, igaz, hogy odakint nagyon hideg van, nem sokat leszek kint, de majd meglátjuk, hogy mi lesz még. Még egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem mondani srácoknál, nem is csináltam róla videót, basszus, pedig lehet, hogy kellett volna. De mindegy, remélem értesültetek róla, hogy most jelenleg van egy bugos dobás, amivel rengeteg időt tudtok megspórolni, mindjárt mutatom is, hogy mi az. Ezen a fotókon megmutatom. Szóval, az a lényeg, nem is tudom, hogy mutassam. Nyomba tartjátok a labdát, kicsit elhúzzátok, hogy megnőjön a kör, amikor választott ki ott a labdát. Másik ujjaddal fogod, és rádobod a labdát a pokéra, hogyha nem atakolna ennyit természetesen, pont a legdebilebb popikot választottuk mi is a tesztre. Elengeded, és talán tudod skippelni magát az animációt, mivel ugye miután rádobtad a pokéradát, egyből eldől, hogy elkapkod a pokémont vagy sem, az utána a következő animáció, az csak színjáték. Most ugye ezt a pokémont választottuk, miután rákatolsz, elrolozik, ez azt jelenti, hogy itt kell lenni a részönnél legelőbb, így van. Ezt a hobbitot el is kaptuk, csak ezzel a mozdulattal is skippeltük magát az animációt. Nézzük a következő hobbiton. Nem is tudom, hogy mutassam, behagyodok így. Megmutatok, megpróbálom én nektek mutatni, ki van a képernyő felvitelt. Szóval, jó létre. Ide kattolsz a kis labdára, meghúzott, hogy kicsit megnőjön a kör, így mutatom. Utána másik ujjal a labdát mellé dobod a hobbitnak. Nem mellé, csak így kicsit azért. Így, elengeded ott, és utána így ki tudsz lépni magából az animációból. És miután rákattolsz ismételten a hobbitra, ha megvan, akkor erről felület ott fog tudni nekünk fölül. Ennyire egyszerű az egész, hát remélem sok voltak az eljutott, én nem tudom, hogy meddig fog ez a bug tartani, valószínű, hogy a következő update-i. De ez egy nagyon jó kis bug, amivel rengeteg időt tudsz spórolni magadnak, főleg, hogyha ilyen nagy lúrnál ülsz, akkor igazából, igen, szerintem sokkal több pokét tudsz elkapni, mint normál esetben. Mert azért ilyen 4-5, már a 6-os lúrnál 6-dik pokét lehet, hogy éppen nem bírod elkapni. Kívül, hogyha gókusz vagy bocsát használsz, természetesen azok bedarálják, de azok nem akkora az elkapási aránya, mint ennek. Ja, szóval ennyi szerettem volna elmondani. A hajtok be is megold egy kicsit a rendszer. Jó, hát remélem sok voltakhoz eljutott ez a kis bugos dobás technika, és tudjátok alkalmazni most az event alatt is, mert nagyon nagy segítség az biztos. Srácok, meg is érkezett a lúrhoz az első brutál példány kopi, 959 szép és exekült. Én még ekkorát nem láttam, ott az autóart, hogy belírom nekünk, jó? 9, nem tudom, hogy mekkora lehet, fogalmam sincs, ekkorát én még nem láttam. Az elég, hogy most sunny idő van, szóval a fűkokén úszkodtak fel. De hogy ekkorát, hogy egy exekültet, ekkorára megnőjön, ez azért kegyetlen. Golden Rust azonnal verettük neki. Hát ebben jó volna, hogyha ez egy Wanderers példány lenne.
ez a nagy álmom, hogy egy fullos executoron legyen valaha, sajnos ez még nem jött össze. Ha tele van a CB bár rendesen, a szörtön is nem áll. Na mindegy. De azért kicsit meglepett, hogy ekkora pusztító érkezett ide a lúrunkba. Nézzétek közben, hogy már elkezdtem a kokékat, elrohoznak a dolgok. Hogyha nem kaptad el amúgy a pokét, akkor a bagos dobással ismét rátozkattunk a durvítén erre a bunkó rozéliára. Szóval akkor ugyanúgy megpróbálhatod elkapni. Ennyi az egész. De hogyha azt írja ki, hogy utána rákapasz egy erről, akkor a bagos dobással sikerült elkapnod egyből. Ez a rozéli, ez katasztrófa. 1400-at. Nagyon buszolt kis csitri. Szóval sem, ez így nagyon penge alul, és az egyik hármas révből macsán kell ki, szóval azt mindjárt le is fogjuk szólózni. Indul a mandula, várjál már, most nekem nincs is képernyő felvételem. Hello, srácok! Elindult a Dratini event, csak el kell indítanom képernyő felé. Van már akkor a Dratini Shiny? Nem Shiny? Van már Shiny Dratini. Itt van amúgy Dóri is, kukucskáj csak ide be. Sziasztok! Hello, a kis cukink itt van. Na, gyerünk már. Jó. Ugye úgy is kivágott képernyő felvételre. Nem baj. Na várj, az első. Itt az első Dratini. Tíz szépés, és nem Shiny, de tíz szépéssel legalább könnyen lehet szedni a Candy-t. Nyomassad neki a duplát. Szerintem még piros labdával is easy-be megvan így a Candy, de így a fasz. Hajaj. Ki kell kapcsolnom a Slack-et. A képernyő felvételt be sem nyomtam. Kikapcsolom itt az értesítéseket, gyerekek, mert beindul a mandula. Aztán itt tele lesz a képernyőnk mindenféle jelentésekkel. Hív. Szóval. Jó. Most a nyomatom a képernyő felvételt. Maga az event úgy kezdődött, hogy egyből beerrorozott a világ is, szóval minden meghalt, de mostantól kezdve bübörög a Star Piece, és szerencsénkre a kis bagos dobásunkkal tudjuk befele darálni a Dustot 1000-rel. Nem is tudom, minek pörgött a stoppokat, mert annyi labdám van, hogy igazából kegyetlen sok. Ennyi volt 10-es CP-s, ez is mi, most csak 10-es CP-seket. És ennyi, meg is van a Pokémonunk. Így szedjük majd gyorsan a Dustot, mert amúgy eléggé húzavonás. Te használod a bagot? Nem mi? Dóri az nem bagol. Ezért gyűjtöttem ennyi Ultra Ballt is, meg nagyot is, hogy mindenre tudjam szólni, tényleg. Ne érdekeljen, hogy Pidgey vagy Rattata vagy éppen Dratini. Dobjuk rá a nagy labdát, az hadd szaladjon. Jó van, srácok, szerintem én most kiemelkezek. Aztán, hogyha jön valami érdekesebb Dratini példány, akkor majd ismét itt leszek. Apunak beugrik, meglaggolt az egész, tudtam, hogy Shiny. Mi van? Shiny van, gyerekek. Apunak beugrott az első Shiny Dratinije, hát eléggé kemény a helyzet. 444, hú, leizzadtam. De hogy lefőttem? Nem látszik, de itt a képernyőn is látom, de ti látjátok, megvan az első. Ja, ezt igenis kell ám kapni. Pozsomba szerintem az első. Hát amúgy nem tudom, lehet, hogy már valaki. Itt az első? Nem már, és elugrik a köcsög. Úgy izgulok, mint egy százas. Megvan az első. Köszönöm állam. Lefőttem. Ez szép. Nézzük az IV-ja, még egy Wanderers. Nem, Szörtöl is. És 15-ös atakkal. Jó, akkor megvan, amit ivolvolni fogunk. Nem ebben a videóban, srácok, lányok, most el is köszönnék. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Ha szeretnétek látni ezt a Dratinit ivolvolva, akkor csaposhatok egy pár hatalmas lájkot a videóra. Jó van? Dóri, te szeretnéd látni ezt a Dratinit? Én ma most szeretném látni, hogy akkor majd lájkolom. Különleges támadása. Nos, srácok, lányok, köszönöm szépen a figyelmet. Ne felejtjétek csapatni a lájkot. Én Dórikámmal. Ivolgóan fogjuk akkor ezt a Dragonite-ot, jól van? Na jók legyetek, vigyázzatok magatokra, hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!